Kulturpontot látják, köszöntöm Önöket. E heti műsorunkban két kiállítást ajánlunk a figyelmükbe. Az egyik egy fiatal festőművész tárlata, a másik pedig a kortárs magyar fotográfiáról ad egyfajta pillanatfelvételt, valamint a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál kapcsán arról is beszélgetünk, hogy milyen kihívásokkal néz szembe az irodalom és a hagyományos könyvkiadás a 21. században. A szín a legfontosabb kifejező elem Papa Georgiou Andrea számára. A fiatal festőművész alkotásain események, emlékek, érzések jelennek meg. Nemrég a Hegyvidék galériában nyílt kiállítása. A tárlat egyfajta összegzése eddigi pályafutásának. Hogyan lehet pusztán színekkel, formákkal elmesélni egy történetet, vagy átadni érzéseket, megragadni és kimerevíteni pillanatokat? Festményein keresztül ezekre a kérdésekre ad választ Papa Georgiou Andrea. A fiatal művész legújabb Virágzástól Virágzásig című kiállítása a Hegyvidék galériában látható. A cím az sok mindent jelent, az én több rétegű. Egyrészt azt, hogy én nagyon szeretem ugye a tavaszt és a virágzó fákat, ami szerintem természetes és nagyjából mindenki szereti, és nagyon nehezen viselem a telet, úgy egyáltalán egész életemre jellemző volt, hogy ezt mindig csak úgy átvészeltem, valószínűleg ebben benne van a görög származásom is, ami miatt nekem ez nem annyira komfortos annak ellenére, hogy ugye itt születtem, és itt élem le az életemet. Azon kívül benne van az is, ami hát a szomorú része, hogy azóta kezdtem el virágzófákat festeni, amióta ugye beteg vagyok, és valahogy ez hozza nekem vissza az életet, a reményt, és ez olyan, mint hogyha meditálnék valamiben, ami nagyon pozitív, ezek számomra gyógyító képek. A görög származású művész már gyermekkora óta szenvedélyesen rajzol és fest. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festőszakán szerzett diplomát. Számos kiállítása volt már Budapesten és vidéken. Volt egy olyan mesterem, Kőszegvári Kálmán, aki azt tanította nekünk, hogy ne azzal foglalkozzunk, hogy egy arc mondjuk milyen formákból áll, hogy ez tulajdonképpen csak egy részletkérdés. Nyilván fontos az is, hogy kinek milyen karakteres az orra, vagy milyen vágású a szeme, de hogy inkább arra koncentráljunk, hogy próbáljunk meg ráhangolódni annak az embernek a lényére, hogy mi a kisugárzása, akár utánozni azt a mozdulatot, ahogy ő ül, ahogy tartja a fejét, hogy belülről átéljük ezt az egészet, és akkor magát, ezt az élményt, ezt az érzést megjeleníteni a képen. Tehát, hogy abszolút a felszín alá ásás volt, amit én már így nagyon korán megtanultam, és ezért sokáig nem is tudtam egyébként olyan képeket festeni, ami hasonlít, mert annyira mással voltam elfoglalva, hogy ez tényleg csak egy ilyen járulékos dolog volt, hogy egy arc mennyire hasonló. Aztán hát ezt így hozzá tanultam az évek folyamán, ahogy egyre finomodott a technikám. A Hegyvidék galériában látható kiállítás egyfajta összegzése Papa Georgiou Andrea eddigi pályafutásának. Az elmúlt években nem csak a képek mérete, de stílusa és témája is sokat változott. Ez a különbség ugye a két időszak között az elég feltűnő, hogy míg ott nagy méretű, nagyon intenzív, nagyon expresszív képek vannak, a régebbiek, illetve a olajfestékkel készültek, vászonra vagy zsákvászonra nagyon sok. Addig az újak azok papírra és egy akvarell, akolin, vegyes technikával, tehát nagyon sok minden van benne, és egy sokkal zártabb, sokkal belsőbb világról szólnak. Témáit
tekintve a környezete az, ami elsősorban megragadja. Érdekes, nagyon sok önarcképet is készít, tehát folyamatosan figyeli magát. Mondjuk ez nagyon-nagyon sok kortárs művésznél is megfigyelhető. Nagyon érdekesek a látószögei egyébként a műveinek. Mindig nagyon érdekes, különleges látószögből figyeli önmagát is, valamint az alakokat, a környezetet. Hát témáit tekintve, ugye mondtam, hogy figurális alkotó, a korai műveinél megfigyelhetők az antik romok, tehát a múlttal való foglalkozás is, valamint hát főként ugye az akvarelljeinél jelenik meg a környezet, a család, a hely, ahol ő él, valamint maga a természet is nagyon fontos kiinduló pont. A kiállítás április 12-éig látható a Hegyvidék galériában. A kortárs magyar fotográfiáról ad pillanatfelvételt a Kiszteli Múzeum új kiállítása, amelyen a Budapest Fotófesztivál felhívására beérkezett műveket ismerhetik meg. Ezek a fotók a klasszikus csendéletnek adnak új 21. századi értelmezést és formát. Meghökkentő, elgondolkodtató vagy éppen szellemes fotók értelmezik újra a klasszikus csendélet évszázadok óta jelenlévő műfaját azon a kiállításon, amely az idei Budapest Fotófesztivál keretében nyílt meg a Kiszteli Múzeumban. A felhívásra több százan jelentkeztek. A nyílt pályázat azt gondolom, hogy arra is alkalmas, hogy olyan alkotók is szerepeljenek egy-egy ilyen kiállításon, akikre mi nem gondoltunk. Számos olyan alkotó van, akinek ez az első kiállítása, és a megnyitón itt volt az egész családjával, és fotózkodott a képek előtt. De vannak olyan idős mesterek is, akik talán kevésbé vannak benne a köztudatban, vagy kevésbé aktívak, de mégis egy ilyen pályázat, egy nagyon fiatal generációtól, egy egészen idősig, gyakorlatilag nagyon különböző megközelítések bemutatására ad lehetőséget, és ezért is élvezzük minden évben ezt a nyílt pályázatos módszert. A fesztiválhoz kapcsolódó pályázat célja, hogy a szélesebb közönség is megismerje a kortárs fotográfia értékeit. Azt gondolom, hogy itthon nagyon gazdag egyébként a fotográfiai élet, de egy fesztivál mindig alkalmas arra, hogy koncentrált figyelmet generáljon, és ezt szeretnénk mi minden évben, tavasszal, 6 hétig, hogy a fotón legyen a hangsúly, és ezért van az, hogy körülbelül idén is 40 kiállításunk valósult meg, és múzeumokba, kortárs galériákba, kulturális intézetekbe, illetve itt a Kiszteli Múzeumban vagy a műcsarnokban nagyon színvonalas fotókiállítások valósuljanak meg. Ez a sorozat Martin Gombácnak a munkája, Digitalizált növények a címe, és ezek például nem fényképezőgépe, hanem szkennerrel készültek. Tehát úgy készített növényekről csendélet fotókat, hogy beszkennelte magukat a növényeket, de mindenhol lehet látni, hogy van egy ilyen kis mozgás benne, tehát ezeket a növényeket kicsit mozgatta, hogy legyen egy ilyen érdekes hatás. Azt gondolom, hogy ez a természet leképezésére egy nagyon érdekes vállalkozás. A Budapest Fotófesztivál minden évben más feladatot ad azok számára, akik részt szeretnének venni a pályázaton. Azt gondolom, hogy a csendélet az egy viszonylag fiatalabb műfaj, hogyha arra gondolunk, hogy eleinte csak mondjuk a táblaképeknek a hátoldalán szerepelt a csendélet, vagy egy képnek egy részleteként volt rajta a műalkotásokon. Nagyon hosszú idő volt, mire önállósodott maga a téma. A fotográfia területén belül meg aztán pláne. Pont ezért volt számunkra izgalmas, hogy ma hogyan gondolkodnak a csendéletről. Eleve a fotófesztivállal célunk az, hogy végigjárjuk ezeket a klasszikus műfajokat. Tavaly a portré volt, amire nyílt pályázatot írtunk ki, idén a csendélet, és egy kicsit úgy féltünk is, hogy ez mennyire fogja megmozgatni az alkotókat, de majdnem dupla annyian pályáztak, mint tavaly a portréra. Tehát azt gondolom, hogy ma nagyon foglalkoztatja a fotográfusokat, hogy mit lehet kifejezni a csendélete. És itt a kiállításon is az épített játékos csendélettől a szakrális megközelítésen át az interiorikig nagyon sokfajta nézőpont van, és egy ilyen nagy számú alkotókat tömörítő kiállítás pont alkalmas arra,
hogy megmutassa a különböző megközelítéseket. Ez a sorozat Icsu Renátának a sorozata, és ez a címe, hogy Táják a nappalimban. A felső nagy képek végig egy-egy ilyen szürreális pillanatot mutatnak. Egy-egy alakot, illetve látszik, hogy valami történik, és mindig nagyon hangsúlyos magának az alkotónak a gesztusa, ahogy belenyúl és megkreálja ezeket a kompozíciókat, és aztán mindegyik kép alatt ott van igazából, ami árulkodik arról, az a verkfotó, ami árulkodik arról, hogy hogyan is született ez, tehát hogy hogyan születhet egy ilyen kép. És azért is tartottuk nagyon izgalmasnak ezt vizuálisan, mert egyrészt nagyon játékosak ezek a képek, ahogy összerak egy nagyon egyszerű motívumból egy ilyen szürreálisnak ható jelenetet. A másik, hogy fontosnak tartotta, hogy meg is mutassa, tehát el is árulja, hogy ezek hogy készülnek, és azt gondolom, hogy ez a fajta játék, ez mindenki számára nagyon érdekes lehet. Ezt a kiállítást június 24-ig láthatják a Kisceli Múzeumban. A 25. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált. A Millenárison április 19-e és 22-e között egyebek mellett író-olvasó találkozókkal, könyvbemutatókkal, kiállításokkal várják a közönséget. Vendégünk Péter Figergely, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének igazgatója, akivel nem csak a fesztiválról beszélgetünk, de arról is, hogy hogyan lehet népszerű az irodalom a digitális kor kihívásai közepette. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy eljött hozzánk. Hogyha olyan könyvet olvas, akkor még hagyományos könyvet vesz a kezébe, vagy pedig már e-bookot, vagy más technikai eszközt használ? Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes kérdés, és szerintem minden olvasó magán le tudja mérni, hogy is van ez, vagy hát legalábbis a környezetén, ha már 5 olvasó együtt van, akkor a különféle olvasási módok összetalálkoznak. Szóval egyrészt persze van ez, mert ez állandóan az ember kezében van, és ezen rengeteg dokumentum, ezen megy a levelezés, ezen intézzük a dolgainkat, és ezen én tartok mindig szövegeket, tehát könyvek is vannak rajta, és olvasok. Aztán van ugye a tablet méretű, amit megint mással használ az ember, ami mondjuk egy e-book olvasó méretű képernyő. Bizonyos olyan könyveknél, amelyekhez csak PDF-ben férek hozzá, vagy olyan szövegeknél, amelyek csak digitálisan léteznek, tehát könyvformában vagy nincs, vagy antikvár, vagy 500 dollár, stb. Azokat ilyen módon olvasom. Természetesen az ember a napi munkájánál, a nagy monitorán is belekeveredik, mert abban a legfárasztóbb olvasni, mert az nagyon nagy fényerejű. De hát azért mindannyian tudjuk, akik könyvbarátok vagyunk, hogy kinyitni egy könyvet egy jó fotelban, egy jól beállított, jó fénytónusú lámpánál, esetleg egy pohár finom vörösborral, vagy egy jó viszkivel, annak a fajta meditációnak, vagy koncentrációnak, amikor az ember megadja a módját annak, hogy most elolvas egy könyvet, és abba a dialógusba száll, annak persze nincs párja, de hát nem csak ünnepi pillanatokban áll az életünk, tehát ezt nagyon fontos tudatosítani, hogy nem történik szentségtörés akkor, hogyha az ember a mobiltelefonján olvas könyvet. Lényeg, hogy olvasson. Ez hasonló egyébként, hogy az ember az autóba is hallgat, mondjuk Beethovent, vagy Mozartot, vagy Mendelssohnt, de hát az is akkor az igazi, amikor az ember leül, vagy elmegy egy koncertterembe, tehát amikor a kereteit megadja. Hát az olvasásnak a rituális kerete, mint ahogy a Mendelssohn hallgatási a hangversenyterem, úgy természetesen a fotel és a megfelelő világítás, és a lehetőleg a magány. De hát hányan mondhatjuk el magunkról azt, hogy az esténk magányosan telnek, és neki tudunk ülni egy könyvnek? Nem, ricsaj van, gyerekek vannak, problémák vannak, jövésmenés van, és hát ehhez a fajta életmódhoz, amit élünk, ez a legmegfelelőbb eszköz, ez tény. De ennek ellenére szerencsére az e-book, tehát nagyon sokan ugye úgy viszonyultak ehhez, hogy az e-könyv majd jön és kiszorítja a print. Ezt éppen ezért tettem fel ezt a kérdést. Igen, igen, igen. Hogy látja, és ki áll nyerésre? Most az e-book nem úgy tűnik, mintha le akarná győzni a nyomtatott könyvet. Tehát a piaci szegmens
nek erősen az alsó negyedében marad, és nem akar ebből kijönni, vagy kitörni. Miközben az eszközhiányról nem beszélhetünk, mert mindenkinek nagyjából a kezében van, vagy anyagilag elérhető egy e-book olvasó, tehát nem megterhelő. Az emberek szeretik a nyomtatott könyvet. Én ezt mindig nagyon egy kicsit primitív, de talán érzékelhető hasonlattal mondom, hogy a könyv azért az egy tárgy, amit ajándékban, nagyon sokszor ajándékba kapjuk, és ajándékba adjuk a könyvet. Tehát ünnepekre, születésnapra, karácsonyra, stb. Karácsony előtt kígyózó sorok vannak a könyvesboltokban. Így van, és hát a könyvpiacnak az egyik legfontosabb, vagy hát a legfontosabb része a karácsonyi ajándékvásárlások időszaka, ekkor van a legnagyobb forgalom a piacon. Mert hogy a könyv az egy tárgy, és egy tárgyat oda le, egy e-bookot, hogy figyelj, vettem neked egy e-bookot, átküldöm majd e-mailen, így nem lehet ajándékot adni, holott lehet, hogy az árban ugyanott van, vagy csak egy kicsit van lejjebb. Tehát az, hogy ez egy tárgy, amit odaadok, ez egy nagyon fontos része a könyv kultúrának, és ugyanúgy, ahogy lehet e-mailben virágot is küldeni, vagy lehet küldeni emojiban virágot, az nem ugyanaz, mint hogyha egy csokorral odaállítunk. Tehát, hogy mivel a tárgyak azok nagyon fontos részei, és ugyanúgy, ahogy az ember vigyáz arra, hogy milyen cipőt vesz, és azt meggondolja, és örülget neki, és de jó, hogy ilyen jó cipőm van. Tehát, hogy ez egy fontos tárgy az életünkben, fontos dolog egy lakásban a könyvespolcunk, szeretjük, hogy itt van ez, ott van amellett az. Tehát, hogy ez olyan része az emberi életnek, szóval gondoljon bele, hogy azért milyen üres tud lenni egy könyvespolc nélküli lakás. Ugye, tehát az ember nem is szívesen megy be, és akkor hol vannak a könyvek? Hát igen, nincs könyv. Miért nincs könyv? Ugye, hát én csak e-bookot olvasok. Hú, de fura gyerek vagy te. Tehát, hogy azért ez egy fontos ritus a mi civilizációnknak, és a mi kultúránknak, és azért aztán nagyon sokáig, vagy talán mindig is velünk marad a nyomtatott könyv. Megváltoztak talán az olvasói szokások, mint ahogy arra utalt is. A kiadók hogyan idomultak ehhez a megváltozott igényhez? Hát mivel a digitális könyv az egy egyszerű ügy, tehát ahhoz minimális kiadói erőfeszítés kell, ezért persze ezen a piacon mindenki igyekszik jelen lenni, és nagyon sok könyv jelenik meg e-book formátumban, de soha nem váltja be a hozzáfűzött reményeket, pedig az írók nagyon szeretik az e-bookot, mert az abból nagyobb hányadban részesülnek, tehát elvileg gazdaságosabb lenne az írók számára az e-book jobban kifizetődő, de hát a piaci szerkezet úgy néz ki, hogy a könyv piaci trendeket kell követni, tehát most a kiadók, és most jövök a Szép Könyv verseny zsűrizéséből, ahol csodálatos új magyar könyveket nézhettem végig, és hát látszik, hogy hát nagyon komoly világtrendek vannak, amelyeket a magyar kiadók is követni próbálnak és követni igyekeznek. Újfajta tipográfiai megoldások, a könyvdizájn azért az nagyon nem mindegy, hogy iszonyú verseny van, hát az ember bemegy egy könyvesboltba, hiába tudja, hogy mit akar venni, vagy kb. Ilyen regényt, vagy romantikus regényt, vagy krimit akarok venni, vagy filozófiai könyvet, nagyon sokat eldönt a borító, ezt igényes vásárlóként tudjuk. Úgyhogy szerencsére ezek a kiadói könyv tipográfiai és dizájntrendek vannak, amelyet hát rengeteg nagyon jó magyar kiadó van, akik szebbnél szebb könyvekkel jönnek, tényleg az egyik ámulatból a másikba estem, és hát majd a könyvfesztiválon a kedves néző is meg fogja látni, hogy mennyi gyönyörű könyvet hoztak ki a kiadók. És ugye, mert 25. alkalommal rendezik meg a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivált, mitől lesz más az idei rendezvény, mint a korábbi években? Hát egyrészt jubileumi, tehát azért 25 év alatt Budapest felkerült egy nagyon erős jelenléttel a nemzetközi könyvpiaci, a vásári térképre, és nagyon fontos pontja a nemzetközi vásári kultúrának ez a Budapesti Könyvfesztivál, ami egyrészt egy seregszemléje persze az irodalomnak, egy reprezentatív esemény, tehát például olyan programraink, mint az első könyvesek nemzetközi fesztiválja, az jól jelzi, hogy megpróbál a könyvfesztivál olyan saját karakterű eseményeket és programokat a közönség elé tárni, amelyektől ez unikális lesz, vagy egyedi lesz, hogy na hát ilyen csak Budapesten van, és így aztán rengeteg külföldi vendég érkezik a
könyvfesztiválra, hiszen számos ország és több mint 160 kiállító van jelen a könyvfesztiválon. Nagyon-nagyon sok kiadó hozza el a szerzőit, tehát nem csak a külföldi országok standjai lehet majd külföldi szerzőkkel találkozni, hanem azok a kiadók, akiknek fordításban külföldi szerzőkönyve most megjelenik, vagy most aktuálisan nem is jelenik, de a közelmúltban megjelent, ők nagyon sokan jelen lesznek, és hát ezekkel a szerzőkkel érdemes kijönni, érdemes találkozni velük, érdemes velük szót váltani, érdemes velük dedikáltatni. Kik lesznek ezek a szerzők? Csak a teljesség igény. A legfontosabb szerzőnk Daniel Kehlmann, aki ugye a német irodalom egyik legfontosabb és legjelentősebb fiatal sztárja. Ő megjárta, hogyha jól tudom, volt. Ő járt már Budapesten, és hát neki nagyon sokat köszönhetünk, mert neki köszönhető az a szállóigévé vált mondat, hogyha az irodalom centrumát keresitek, akkor szemeteket Magyarországra vessétek, mert ugye ahogy Kehlmann szerint ez a világirodalom most egyik legfontosabb műhelye. Reméljük, hogy így is van, és nem csak üres dicséretről van szó. Én biztos vagyok benne egyébként, hogy így van. Na hát oda elég, most nem tudom pontosan mikor fog dedikálni, de oda jókorán el kell indulni, mert biztos, hogy rengetegen fognak szerencsére sorba állni. De hát nagyszerű kortárs írónk fogja, Darvasi László fogja őt laudálni a megnyitón, amelyre remélem, hogy a nézők minél nagyobb számban eljönnek. És az idei díszvendég országunk Szerbia lesz. A szerb kulturális miniszter lesz az egyik megnyitója ennek a könyvfesztiválnak, a kitűnő Prőle Gergely mellett, aki ugye a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója. És ezért aztán a szerb irodalom színejava meg fog nálunk jelenni, és rengeteg szerb író fog dedikálni, és mutatja majd be a könyveit. A könyvfesztiválnak egy nagyon fontos része, hogy rengeteg külön teremben rengeteg program zajlik, és több száz programunk van, tehát nem lesz az az ember, aki mindegyiken részt fog venni, mert ezek párhuzamon is zajlanak. Érdemes körülnézni a könyvfesztivál.hu oldalon, vagy a könyvfesztivál Facebook oldalán, minden fontos információt megtalálnak. Tényleg temérdek program van. Nagyon fontos elmondani, hogy akik családdal érkeznek, és akik a gyerek irodalom, ugye ez szójáték zárójelben van benne a B, tehát a gyerek irodalom programjára jönnek, oda lehet hozni az egész pereputyot, mert rengeteg gyerekprogram lesz, le lehet tenni a gyerekeket, lesznek gyerekfoglalkoztatók, rengeteg új gyerekkönyv jelenik meg, de ha csak a szülők nézelődni szeretnének a könyvfesztiválon úgy, hogy a gyerek nem urál a nyakukon, akkor őket ott le lehet tenni. Aztán ott van az egyik nagyon-nagyon fontos programunk, a kiskönyves éj, ami ugye az olvasónak ez nem feltétlenül fontos a könyvpiaci trendekkel tisztában, de hát azért talán látja, hogy nagy könyves hálózatok uralják a könyvpiacot, és nagyon kevés kis független könyvesbolt van, de azért persze szerencsére akad, és ezek a kiskönyvesboltok fogják megrendezni a kiskönyves éjt, amelynek a programraira szeretettel várják majd az olvasóikat. Úgyhogy rengeteg szerző, rengeteg dedikálás, rengeteg új könyv és rengeteg program várja, és hát egy nagyon-nagyon érdekes és izgalmas beszélgetés, amely angol nyelven tolmácsolás mellett folyik, ugye az első könyvesek fesztiválja, ahol tucatnyi országból érkeznek a világ mindenféle tájáról fiatal szerzők, akik az első könyvükkel méltónak bizonyultak arra, hogy beválogatást nyerjenek erre a fesztiválra, és velük pedig Forgács András és Gárcs Anna fog beszélgetni. Ez egy igazi vájtfülűeknek való program, úgyhogy biztatom a nézőt, hogy jöjjön és vegyen rajta részt. És ha már a gyerekprogramokat említette, ön szerint hogyan lehet olvasóvá nevelni a 21. században? Talán ez egy nagyon fontos kérdés. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek környezetében mindig legyen könyv. Én akár arra is bíztatom, ez az én gyerekeimmel is így volt, hogy legyen sok régi könyv, antikvár könyv, esetleg olyan könyv, amit cincálhat, ambe belerajzolhat, amit nézegethet, ami nem az, jújjújj, add ide, ne nyújj hozzá, mert ezért. Tehát, hogy tele vannak az antikváriumok olyan régebbi illusztrált könyvekkel, amit a legkisebbeknek oda lehet adni. Ne a könyv pusztítást tanulja meg természetesen, hanem az, hogy a könyv az egy dolog, amit az ember megfog csócsá, beleír, bele a kedvenc oldalánál behajtja a fülét, tehát, hogy legyen egy személyes viszony a
könyvhöz, és hogy tudja azt, hogy a könyv az miközben használati tárgy, egy nagyon becses használati tárgy, és nagyon, nagyon lehet vele barátkozni, nagyon lehet hozzá közel lenni. És aztán amikor egy gyereket sikerül annak a csodájára rákapatni, hogy milyen nagyszerű dolog egy könyvvel egyedül maradni, és belemerülni a fantázia világban, amelyben a könyvben kinyílik, akkor már megvan a kis olvasónk. Tehát akit ez az örömforrás egyszer magába szippant, az utána ezt már mindig keresni fogja. És azt gondolom, hogy annak a lehetőségnek a megteremtése, hogy a gyerek magára tudjon maradni egy könyvvel, bele tudjon mélyedni, legyen rá személyes tere, legyen kis személyes ideje, legyen kis könyvespolca a kis íróasztalánál, és legyen meg a kis zuga, ahol a könyvvel barátkozhat, és ahol ezt a belső világot felfedezheti. Ez egy nagyon fontos szülői felelősség, hogy ezt megadjuk, hogy ne állandóan csak a ja Istenem, most akkor legyőzöm papát a videójátékban. Az is nagyon jó, én is nagyon szeretem, de hogy legyen meg az a fajta intim koncentrálásra való tere és külön kis világa a gyereknek, ahol ezzel a csodával magára tud maradni. Mert hát ezt mindenki csak, amikor már nem felolvasunk a gyereknek, akkor már magának kell olvasnia. És hát ez a mai gyerekek korában nagyon hamar eljön, mert iszonyatosan hamar rá kapnak a betűre. Pontosan emiatt a kütyük miatt. És ezt még akartam mondani, hogy ennyi betű között él a gyerek, tehát hogy nagyon korán rákap arra, hogy cseteljen, kommunikáljon, az jót tesz viszont ennek a... Tehát nagyon sokáig volt a videókorszak, biztos emlékszik rá, amikor már nem volt divat a könyv, már mindenki nézte a tévét, mindenhonnan, bárhova bement az ember, képernyő volt, amin ment valami, de még nem volt okostelefon. Tehát betű nélküli, litera nélküli évtizedek is voltak itt, amelyek nagyon veszélyesen néztek ki, és akkor nagyon megzuhant az olvasás kultúra. Most, hogy a betűhöz közelebb van már egész kiskorától a gyerek a technológiák révén, ezért a könyv felé is könnyebb terelni. Egyébként, hogy ez a trend megfordulni látszik, ez megmutatkozik a könyveladásokban is? Mit látnak? Szerényen, de vannak pozitív trendek. Vannak pozitív trendek. Nyilván ez mindannyiunknak, íróknak, kiadóknak, könyvkereskedőknek, és olvasóknak, és médiumoknak a közös felelőssége, hogy visszahozzuk az olvasást arra a helyre, ahol a helye kellene legyen. Ez persze ízlés dolga, hogy ki hol gondolja ezt a helyet, és milyen arányban gondolja azt, hogy mennyit kellene olvasni. Én erre nem tudok konkrét receptet adni, de hát jó lenne, ha az ember minden nap olvasna, legalább egy 20 perc, fél órát. És ebben a törekvésben talán ez a könyvfesztivál is fontos szerepet játszik. A könyvfesztiválról át lehet élni azt, hogy a könyv az ugyanakkor, tehát mind a tudás, az információ, a tudás és azoknak a virtuális világoknak az átélése, amelyek a könyvben megnyílnak, az örömforrás. Az ember gazdagabb lesz tőle, boldogabb lesz tőle, nyitottabb lesz tőle, új dolgokat ismer meg, és ezektől mind csak jobb és szebb lesz az élete. Akik a könyvvel az unalmat és a felesleges információt kötik össze ösztönösen, azoknál nagyon elromlott valami, hát ha még azokat is vissza lehet terelni a jó útra. Bízom benne, hogy így lesz. Sok mindenről lehetne még egyébként beszélgetni, csak véges az időnk. Még annyit talán mondjuk el, hogy a programoknak hol lehet utánuk nézni, hiszen több száz program várja majd az érdeklődőket. Még egyszer mondom, hogy a könyvfesztivál.hu oldalon várjuk a kedves érdeklődőket, illetve a könyvfesztivál Facebook oldalán, tehát a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál hivatalos Facebook oldalon, ahol reméljük, hogy minél több kedves nézőt majd lájkolóként üdvözölhetünk, és minél nagyobb számban akkor így értesülnek a legújabb újdonságokról. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Nagyon szépen köszönöm. Friss Kultúrponttal minden szerdán este 8 órakor jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!